Hogy gondolod, hogy össze-vissza dumálsz meg pofázol, mikor korán reggel van, mama? Mégis mit gondolsz te? Ilyen csúnyákat nem mondunk, csak szépeket. Megmondtam, nem. Mit képzelsz? Nem szégyellette magad? Miért mondtad azt, hogy gyöngyszem meg azt, hogy csengő hang? Teljesen elment az eszed. Az Olaf egy szép hóember és egyáltalán nem szar. Mindjárt szétbaszom a szádat, ha nem tanulsz meg okosan beszélni, már mondtam. Megbeszéltünk, hogy okosan kellett volna, nem csak hülyén. Hát milyen dolog ez, hogy lehet így beszélni, most mondd meg. Mégis, hogy lehet ilyeneket mondani. Most jobb lesz, ha a nappaliban alszok és nem veled, mert úgy beszélsz akár egy kibaszott kurva. Nem megmondtam. Nézd, hogy néz ki a hajam. Össze-vissza áll. Soha nem születtél volna meg. Soha az életben. Hú, de szűz Mária. Ennyi hülyét ebben a házban. Mindjárt megölöm, aztán nem fogok annyit kínlódni, az biztos, mert nekem kurvára elegem van ebből, hogy minden nap ezt a csúnya szöveget kell hallgatnom. Minden nap. Az ideg megöl. Meg fogom mondani a papámnak meg a Bettinek is, hogy mit művelt ez a hölgy. Aki nem tud viselkedni, az mehet a picsába.